Azóta milyen terveid vannak? Mi szeretnél
változtat. Hát van egy nagyon jó ötletem. Úgy gondolom, hogy ez a mostani hulla már egy kicsit. Kicsit erős a szalga, kicsit túl büdös. És úgy gondoltam, hogy most te kerülsz sorra. És rám mosolyodott, kivillantott egy hosszú kötelet. Én elmosolyodtam. Megittem a sörömet, odadottam a pénzt azután. Felkaptam az üveget, és azzal iszonyatosan fejbe vágtam, ő összeesett. Én átugrottam a sönt, és egy nagy nyaka köré tekertem a kötelet, és felhúztam jó magasra, hogy ott lógjon felettünk, akár egy zászló, ott a bárban, az akasztotthoz bárban. Szóval én lettem a kocsmáros, és bátran is szeretettel hívogatlak titeket ide. Gyertek inni, gyertek, érezzétek jól magatokat. És ennek a kocsmának van egy előnye az összes többivel szemben, az pedig, hogy itt bármikor, itt alhatsz, itt maradhatsz örökre. Mi segítünk, itt a bárban, az akasztotthoz bárban, és kuccintani fogunk rád, mi páran. Szeretünk téged is, várunk, már most az akasztotthoz bárban.
legszeretetőbb, a legcukibb, a legönfeláldozóbb, a legaranyosabb és a legsoboldalú. Csak én, csak én, csak én, csak én! Nem tudom, hová kerültem. Segítség nekem, rémálom.
Kikapcsolom a világot, és elfelejtem.
Yeah.
tutori szobájában, és hideg volt mellette az ágy. Én gondolt az halál magának valakit, ilyen is lányt kicsit megmelegíteni. És lement a pincébe, körülnézett, és végül talált egy csokor műrózsát, és ezzel elindult a bérházban, feleséget keresve magának. Először az első emeletre ment, ahol egy nagyon helyes fiatal lány volt, aki vakoknak tanított tornát. Úgy érezte Karcsi, hogy megértő, és nagy benne a szánalom. Bekopogott hozzá, nyitott a rózsát, és azt mondta, hogy Marika, gyere, aludj nálam, olyan hideg nélküled az ágy. Szeretnélek megcsomagatni, esetleg akár lehet feküdni is. Marika igen erős üdést mért a fejére, majd becsapta az ajtót. Karcsi majdnem elájult, azután nagy nezen összekapta magát, és tovább indul. Fölment a másodikra, ahol egy kedves középkorú nő volt, katonaság számára főzött is. Kicsit furcsa volt, általában részegen össze-vissza mindenfélét bedobáz egy fazékba, és abból lett végül a leves. Nem ritkán házi állatok, ruhadarabok is ott lagoltak, de Karcsi úgy érezte, hogy szimpatikus a nő, és az ő szívében is van meleg. Úgyhogy becsengetett, és azt mondta, Klára, légy az enyém, gyere le, kávízzunk, beszélgessünk, s egy elemmel egy kicsit csókolózzunk. Klára igen erős rúgást mért a lába közé, és Karcsi összeesett, s becsukódott előtt az ajtó így, amikor magához tért, föl kapta az utcát és tovább ment felfelé. Formák, így alakulnak ki, és így fejlődik a tudomány.